Csutonyi László a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottságának elnöke társszervezőként kapcsolódott be a Magyar Költészet Napja alkalmából megrendezett eseménybe. Az ötlettel Korsos Gergő kereste meg. És azt mondta, hogy csináljunk valamit a Magyar Költészet Napján. És mondtam, hogy akkor valami rendhagyó dolgot kellene, tehát olyat, amilyen még nem volt. És Gergő fiatal költőként azt mondta, hogy akkor kortárs vagy mai magyar költőket, barátokat, ismerősöket fog elhozni Szekszárdra, vagy legalábbis megpróbálja. És én, mint egy felbújtóként nem hagytam békén és annyiban a dolgot, és ez lett az eredménye, hogy most itt vagyunk. És én ennek hálás szívvel örülök, mert tényleg rendhagyónak mondható a dolog, hiszen ilyen még nem volt Szekszárdon. És azt gondolom, hogy nagyon fontos is, és mutatja azt is szerintem az esemény értéke és fontossága, hogy itt hátunk mögött, illetve mögöttünk hányan vannak ezen a rendezvényen. Nem számítottam ennyi emberre, de óriási öröm számomra, és azt gondolom, hogy visszaigazolta Gergő és az érzéseit és az enyémeket is. Korsos Gergő itt tanult Szekszárdon, és fontosnak gondolta, hogy visszaadjon valamit abból, amit itt kapott az iskolás évei alatt. Hát ilyenkor országszerte azért talán mondhatni, hogy akkor nagyobb hangsúly helyeződik a költészetre, a versekre. Nyilván ez József Attila születésnap, József Attila kapcsán ilyenkor felolvasó estek vannak kortárs költőktől, nyilván József Attilát is életre keltik, és nyilván ez a kortárs költőként ez egy fontos nap, mert ugyan mi minden nap foglalkozunk a költészettel, de hát ez azért mégis egy kiemeltebb nap. Az a fajta ember vagyok, aki igenis hisz az ikletben, de úgy vagyok vele, hogy mindig két fázisra lehet szerintem bontani az írás folyamatát. Az ember először leírja a gondolatait, sokat jegyzetel is, utána vagy megírja, akár egy éjszakát meg lehet írni, de lehet akár, hogy ezt egy hosszú hónapokon át ír valamit, és utána megjön a másik fázis, utána meg kell szerkeszteni. Szóval sajnos ritkán van az az eset, amikor az ember rögtön azt mondhatja egy versről, hogy kész van. Szóval utána utána sokáig kell vele dolgozni, utána legyen olyan szó, amit már kicserélhetnék másra. Szóval, hogy azt gondoljam, hogy akkor már a legjobb szavak a legjobb helyükön vannak. És arra a kérdésedre, hogy így miről írok, szeretném megfogni így a mai világot, de nagyon szeretem a skifit és a fantazit is például, és hogy érdekel, hogy lehet egyfajta ilyen pozitív eszképizmus kialakítani. Azaz, mindig ezt szoktam mondani, hogy egy szemmel kitekinteni a világból, és egy szemmel mégis a Földön maradni, és akkor talán érvényesen tudok beszélni a máról, de mégsem érzem magamat akkor annyira rögre a listának. Sokkal több ötletem van, mint amennyit megírok, de hát ez ilyen, talán próbálkozni kell, aztán a végén úgy is meglátja az ember, hogy akkor összejön-e vagy nem, de ha az ember nem próbálkozik, akkor utána nem lehet tudni utána, hogy akkor mi lesz belőle végén. Lokker Dávid néha szélmalomharcnak érzi a költők életét, hiszen manapság az internet adta lehetőségekkel nehéz felvenni a versenyt. Hát alanyi költészetet igyekszem művelni, egy alanyi költészetet, ami közben az elmúlt 30-40 év posztmodern, magyar posztmodern irodalmával is igyekszik párbeszédbe lépni, és valahogyan annak az ironikus beszédmódnak a használatát, ami dominálta az elmúlt 30-40 év magyar íráját, azt próbálom úgy megőrizni, hogy közben igyekezzem visszavezetni a magyar lírát ahhoz a területhez, ami szerintem a legalapvetőbb forrásvidék, és az alapvetően az érzelmek, a szenvedély és a pátosznak a hangneme. Ezzel próbál kísérletezni a verseimben. Azt gondolom, hogy az irodalom, ami mégiscsak egy régi médium, az egy elveszett csatát vív a TikTokkal és az Instagrammal, és az már az én generációm, ami azt hiszem mindig keverem, talán az generációs vagyok talán, is már, mikor én voltam kamasz, vagy akár most 20 évesként, az alapvetően nem az írott médiumok határozzák meg a digitális környezetünket, hanem inkább a képi médiumok, ezért említettem az Instagramot, meg a TikTokot, úgyhogy szerintem az irodalom az mindig lépés hátrányban van ezekhez a social médiákhoz képest, amikbe az időnket általában belevesztegetjük. Szóval abszolút nem volt tipikus az én indulásomkor se, kamaszként, hogy valaki versekkel kezdjen foglalkozni. Úgyhogy ez elég, tényleg lépés-hátrányos műfaj. De azt gondolom, hogy egyébként, ha valaki mégis valami furcsa oknál fogva, akkor köztesztel szeretne foglalkozni, akkor amúgy nincs elveszve.
mert van egy nem nagy számú, hanem egy nem nagy számú, viszont fix olvasótábora Magyarországon a költészetnek. Ez egyébként régen sem volt sokkal jobb, mert ha megnézzük a nyugatot, azt hiszem, hogy 500-600 előfizetője volt, szóval írva mindig egy réteg műfaj volt. És ez a kis számú, de fix olvasó megvan, szóval egyébként azt nem mondhatni, hogy senkit nem érdekel a kortárs költészet, a maga réteg műfajiságával együtt. De egyébként, ha valaki szeretne elindulni költőként, akkor szerintem erre csomó jó lehetőség van ma Magyarországon. Wirth Imre elmondta, milyen érzés ezt a napot minden évben megélni, ugyanis ilyenkor nem elhanyagolható mennyiségű figyelem terelődik a költőkre. Ennek mindannyian megtapasztalják pozitív hatását. Alapvetően egy nagyon, nagyon izgalmas élmény ez, mert az, hogy ezen a napon nem először olvasok fel verseket, vagy kerülök ilyen helyzetbe, hogy versekről beszélgetek, ez nem mindennapi, vagy nem mindennapos, és valahogy behúzza, vagy engem behúz abba, hogy mi is a fontos a versben, vagy a versírásban. Tehát, hogy számomra is jelentősége lesz, vagy nagyobb jelentősége lesz. Sokkal hamarabb és közelebb kerül mondjuk a slam poetry, vagy az ilyen költészet a fiatalokhoz, és nehéz megugrani azt a, ha már szakadékról beszélünk, azt a szakadékot, ami mondjuk a gimnáziumi oktatásban van, hogy meddig jutnak el mondjuk az irodalom oktatásban, költőkben, és hogy ehhez képest létezik kortárs költészet is, és azok vajon milyen verset írnak. Ez egy nagy kihívás ilyenkor, hogy, és az előző kérdésre is válaszolva, valószínűleg ez a varázsa vagy lehetősége mondjuk a költészetnapnak, vagy a költészetnapi programoknak, hogy megmutatkozik az, ami eddig rejtve marad, és nem tankönyv, hanem élő költészet. A rendezvényen több generáció tárt elénk egy képet a kortárs irodalmi életről, amely megmutatta, hogy még ma is érvényes a költészet, és nem csak a halott költő a jó költő.